Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és a mai Call of Duty részben fegyvertípusokról fogunk beszélni, és szintlépésről, annak szerepéről, fejlődésünkben, és hogyan segítik elő az újabbnál újabb fegyverek azt, hogy jobb játékosok legyünk. Egy kis gun game-et fogtok látni, most már Code Ghost-ban is elérhető, örülök neki, mert időnként átmegyek egy kis gun game-re. Miért jó ez? Mert bizony megmutatja a gun game, hogy mely fegyverekkel van bepótolni valunk, vagy melyik fegyver kategóriából van bepótolni való. Egyszer egy feliratkozom írta volt az egyik kommentben, hogy ő mindig más fegyverrel lát engem videókban. Nos, azok a játékok, amik nem kerülnek fel YouTube-ra, azok még inkább változatosak ebből a szempontból, mert én szeretek minden fegyveren végigmenni, netán minden fegyvernek adni egy esélyt, és végigmenni velem minden pályán, hogy megtapasztalja, melyik pályára melyik fegyver jó. Ez legyen igaz Call of Duty Ghost-ban, ahol a rendszer rossz, hogy úgy mondjam, mert hogyha van rá pénzed, össze-vissza vásárolhatsz minden fegyvert. Ezért is Ghost-ban azért szeretem követni a régi rendszert, hogy miért volt jó a régi rendszer, és hogy miért hasznos ez számunkra. Hogyan indul neki a Call of Duty karrierednek? Ugye a régi Call of Duty-ban úgymond kaptál egy közepes teljesítményű fegyvert, ami bizonyos szempontból jó volt és rossz is volt. Gondolok itt például a Code 4-ben AK-47 az elején és M16 a rögtön az első fegyver. Call of Duty Ghost-ban már az újabbakban ott nevezzük az AK-12-nek, sajnos itt már overpowered fegyverekről beszélünk egy időben. Kicsit majd rátérek arra is, hogy ez miért rossz ez az overpowered fegyver. De ugye megkapod az első alapfegyvereket az első szinteken, és azzal indulsz neki a fejlődésnek. Milyen fejlődésnek indulunk neki az elején? Az alapfegyver segít, hogy megtanuld a játékot, megtanuld a pályákat, viszonylag gyorsan fejlődj, és úgy általánosan az alapját a játéknak a csinyát, bínyát elkezd elsajátítani. Nos, aki azért már intenzívebben Call of Duty-zik már egy ideje, az észrevette, hogy szintlépésenként, beszélek itt inkább a régi rendszerről, szintlépésenként vagy bizonyos szinteként megkaptad az új fegyvert. Na most az új fegyver ugye nem biztos, hogy annyira jó volt, mint a régi. Gondolok itt például, ugye legyen Code Ghost, vagy MV3, teljesen mindegy, FAD, ugye egy tipikus olyan fegyver, ami nem mondhatni, hogy jobb mondjuk, mint egy OK. Vagy nem annyira könnyű vele játszani. Na és, de mégis szinte az egyik legmagasabb szinten kapjuk meg a FAD-ot, tehát mindenki úgy gondolja róla, hogy hát az egy jó fegyver, nem? Tehát azért kapjuk meg az 56. akárhanyadik szinten, mert az egy jó fegyver, de valójában nem. Az a fegyver valójában nem jó, és gyengébb, mint az előző fegyverek, vagy netán az a fegyver, amit nagyon megszoktál. És mégis megkapod egy magas szinten. Miért van ez, és hogy miért hasznos ez? Nos, szintlépésenként, hogy úgy mondja, hogy minél magasabb szintre élsz el, az azt jelenti, hogy minél magasabb is lesz a játék tapasztalatod. Tehát, ha kapsz egy új fegyvert, az azt jelenti, hogy ahhoz az adott fegyverhez több mint valószínű, hogy már megvan az adott játék tapasztalatod. A hiba, amit elkövet a legtöbb ember, az, hogy nem próbálja ki azt a fegyvert. Mert hogy látta egy videóban, és az adott videós lehúzta, vagy neki nem tetszik ez, vagy nem tetszik az abban a fegyverben, és hanyagolja azt a fegyvert. Közben jobban tenné, hogyha kipróbálná. Ez igazából azoknak szól ez a videó, akik mélyebben hajlandók magukat beleásni a játékba, és mélyebben szeretnék megtanulni, hogy segít, tehát igazából egy figyelemelterelés arról, hogy azon kívül, hogy overpowered fegyverekkel vannak tele az új Call of Duty-ig, azon kívül van még öröm a Call of Duty-ban, és ez pedig az, hogy megtanuljuk azt a réteget játszani, amivel leginkább nem foglalkoznak az átlagos gamerek, és az például azok a hanyagoltabb fegyverek, amelyeket nem úgy hívjuk, hogy overpowered, és egy másik stílus követelnek meg. És ezért hasznos szépen végigmenni az összes fegyveren, a régi iskola szerint Call of Duty Ghost-ban, mert minden fegyver, ahogy magasabb a szinted, minden fegyver egy másik stílus követel meg, másképp kell vele célozni, másképp kell vele játszani, és rétegeiben tanulod meg a játékot. Mégpedig úgy, hogyha netán mindig egy másik fegyvert kell a kézbe végy, nem fogsz meglepődni, és mindig jó teljesítményt fogsz tudni nyújtani. Szóval ez a rövid lényeg, hogy szépen
Fokozatosan menj végig az összes fegyverem, vagy mindazon a 10-15 fegyverem, amivel játszani szeretnél, vagy mindazon a 10-15 fegyverem, amelyik változatos és más játékstílust követel meg, hogy megtanuld a játékot rétegében, és egy komolyabb szintű tudást vegyél fel, mint az átlag játékos, mint az overpowered fegyvert futtató játékos, mert ők csak kézbe veszik azt az adott fegyvert, és elkezdenek vele játszani, és elkezdenek vele jól játszani egy idő után, és azt hiszik, hogy ők rettentő jó játékosok. Aztán, ha netán egy másik Call of Duty-ra kerül a sor, vagy egy másik fegyverre kerül a sor, hogy játszani kell vele, akkor meglepődnek, hogy hó, ez nem úgy van, ahogy így volt, ez így... Ez nem, én jó játékos vagyok, nekem miért nem megy ezzel a fegyverrel? Hát azért nem megy, mert nem tanultad meg vele játszani, és nem tanultad meg a játékot rétegeiben. Szóval azoknak a komolyabb gamereknek, akik hajlandóak egy kicsit jobban belemenni a játéknak a rejtelmeibe, és azoknak, akik unják, hogy maguk körül mindenki overpowered fegyverrel futkosik, és magát jó játékosnak hívja, azoknak szól ez a videó, hogy ne törődjetek ezzel a résszel, menjetek bele, tanuljátok meg a rétegeibe a játékot, tanuljátok meg több fegyverrel a játékot, mert akkor előbb-utóbb elkezdtek ragaszkodni magatok is egy olyan fegyverhez, amivel meg is lepődnétek, hogy lehet ezzel játszani. És magatok egy olyan játékstílus kezdtek el kidolgozni, ami nagyon könnyedén le fogja tudni győzni az overpowered társadalmunkat. Nos, köszönöm a figyelmet, Necroclim voltam, sziasztok!